Először kézfertőtlenítés, majd ezt követően lehet átvenni az ebédet. Március 9-e óta működik a mostani rendszer szerint a koronavírus járvány miatt átszervezett szekszárdi diákétkeztetés. Azóta a város 4 általános iskolájában vehetőek át azok az ételek, amiket az óvodás és általános iskolás gyerekek szülei kértek. Hasonló rendszer már tavaly a járvány első hulláma idején is működött a Tolnai megyeszékhelyen. Akkor a polgármesteri hivatal munkatársai kiszállították a rendeléseket. Most viszont közülük többen elkapták a vírust, mások pedig a speciális oltópontokon dolgoznak. Ezért ezúttal a melegételt az általános iskolákban lehet átvenni. A mostani rendszerrel naponta átlagosan 250 gyerek szülei élnek. Kérnénk a családoktól, hogy ezt lehetőség szerint próbálják meg ugye családon belül megoldani. Ha valaki nem tud elmenni az ételért, akkor kérje meg családtagot, de természetesen, ha nagyon-nagyon nagy szükség van arra, mert mondjuk karanténban van a család, vagy beteg, akkor, és nem tudja családon belül megoldani, akkor fordulhat az önkormányzathoz, egészen pontosan a humán szolgáltató központhoz segítségért. Azok, akik nem tudják megoldani a személyes átvételt, a 74-es körzet 511-474-es telefonszámon kérhetik a kiszállítást igazán indokolt esetben. Nem csak a diákétkeztetést, a gyerekek nappali felügyeletét is pillanatok alatt kellett megszervezni Szekszárdon. Az óvodák és általános iskolák ugyanis március 8-a óta az egész országban nem nyithatnak ki. A Tolnai megyeszékhelyen ezért múlt hét kedd óta biztosított a nappali megőrzés. Ez városi szinten óvodákban körülbelül 50 gyereket jelent, összesen általános iskolások pedig körülbelül 20-an veszik igénybe. Zaják Rita azt mondja, a közeljövőben a helyi közétkeztetés további átalakításával kapcsolatos tervekről is beszámol majd televíziónk nézőinek.